Sziasztok! Ez a Pergamen Rehány Szavak csatornája, és a mai videóban filmeket fogok értékelni. Arra gondoltam, hogy bár tudom, hogy a filmek annyira nem kapcsolódnak az én témámhoz, de mi lenne, hogyha az évet azzal is zárnám, hogy a legjobb filmeket és a legrosszabb filmeket is felsorolom nektek. Úgyhogy végül is 5-ös listát állítottam össze a legjobbból és 5-öset a legrosszabbból, és ezeket egy videó keretén belül fogom nektek értékelni. Szerintem az lenne a legjobb koncepció, hogyha a tavalyi filmeket értékelném, tehát attól, hogy én tavaly láttam valamit, ami régebbi film, attól még az annyira nem kapcsolódik ide. Szóval most tényleg a 2019-ben megjelenő filmekről fogok beszélni. Nézzük az 5 legjobb filmet 2019-ben. Na most lesznek holtversenyek, mert sajnos csak így tudtam összerakni ezt a listát. 5. helyen a Gyagyás gyilkosság és az Instant család szerepe. Mind a kettőt a londoni útunk során néztük meg, és mind a kettő egy nagyon jó vígjáték, és szerintem ebben a kategóriában mind a kettő szuper választás. Én nagyon sokat nevettem mindkettőn, az Instant család amellett, hogy az is vicces volt, szerintem fontos témáról szól, a gyerekek örökbefogadásáról, a gyereknevelésről, az árvaházban élő gyerekekről, míg a Gyagyás gyilkosság egy humorosabb történet, ami igazából nem annyira komolyan vehető. Két kedvencem, Adam Sandler és Jennifer Aniston szerepel benne. Ez szerintem egy elég jó választás volt, hogy ők a főszereplők. És hát ez egy kicsit hasonlított nekem a 10 kicsi négerre, tehát hogy egy luxus helyen gyilkosság történik, csak itt ez egy hajó, nem egy kastély, és ki kell deríteni, hogy ki a gyilkos, és akkor ők vállalják magukra azt a szerepet, hogy majd ezt kiderítik. Mind a kettő jó volt, és mind a kettő olyan listámra került fel, hogy bármikor szívesen újra nézném, ha megy a tévében, mert nagyon sokat tudok rajtuk nevetni. A 4. helyen a Bosszúállók végjáték végzett, amit én nagyon vártam, én nagyon szeretem a Bosszúállókat, meg egyébként is szeretem a Marvel filmeket, a szuperhős filmeket, és hát ez egy szép lezárás volt, nem mondom, hogy annyira hatalmas kedvencem lett ez a rész az egész Bosszúállók filmsorozatból, de azért tetszett a lezárás, tetszett, hogy megmerték lépni azt a döntést, hogy ne éljen mindenki túl, és már az előző részben is tetszett ez a nem túl népszerű döntés, hogy néhányan eltűnnek a világból. Szóval jó volt megoldva. 3. helyen végzett a Tolkien és a Kisasszonyok. A Tolkien filmmel azért annyira nem voltam elégedett, mert nagyon romantikus lett, meg szerintem, ha Tolkien látná, akkor annyira nem örülne neki, hogy errefelé terelték az élettörténetét, plusz szerintem rövid volt, mármint hogy csak az élete első felével a Hobbit megírásáig tartott ez a történet, ami persze egy fontos időszak, de én nagyon vártam, hogy a későbbi irodalmi kört is megismerjük, C.S. Lewis-szel és a többiekkel, de erről már nem szólt a film. Remélem, hogy egyszer erről az élet részéről is készítenek majd filmet, de ahogyan ábrázolta az irodalmi kört, a háborút, ahogyan ihletődött Tolkien, azt szerintem nagyon szépen volt bemutatva, a romantikából kevesebb is elég lett volna bele, de egyébként tényleg nagyon-nagyon tetszett. Eszembe jutotta, amikor Tolkienról tanultam, kutattam, amikor az életrajzát olvastam, és örülök, hogy van róla egy film, és szerintem a főszereplő nagyon jól lett kiválasztva, igazán Tolkien jutatta eszembe, úgyhogy ez is szuper volt. A Kisasszonyokat viszont azért hoztam ide zárójelben, mert hogy azt én még csak januárban láttam, és bár 2019-es, és én decemberben vártam, hogy jöjjön a mozikba, kiderült, hogy Magyarországon egy kicsit később érkezik, így átcsúszott erre az évre. De ez egy 2019-es film, és nagyon tetszett, az elején nagyon féltem, hogy csak a második könyvről fog szólni, mert onnan ugrottunk bele rögtön a történetbe, de aztán visszaemlékezésekkel kiegészült a történet, így az első és a második könyv is benne volt. Szerintem a szereplőgárda az kiváló volt, nagyon szépen játszották a történetet, nagyon jól volt az egész megoldva. Volt egy-két változtatás, amit feleslegesnek éreztem, de nyilván én ragaszkodom a könyvhöz. Méghozzá legjobban az zavart, hogy Amy nagyon öregnek tűnt, tehát hogy ő a legkisebb az eredeti történetben, és Bess volt az, aki a legkisebb volt ebben a filmben,
míg Amy szerintem nagyon idősnek tűnt már, mint hogy nem Bess-hez képest, hanem mindenkihez képest idősnek tűnt. Lehet, hogy csak azért, mert mély volt a színésznő hangja, de nem annyira tetszett, hogy ő ilyen életkorban van és mégis ilyen éretlen, mert a könyvben ezt ellensúlyozza az, hogy mind nagyon fiatal. De egyébként mindennel meg voltam elégedve, és nagyon kíváncsi vagyok ezek után, régebbi kisasszonyok filmekre, amiket meg fogok nézni, hogy ott hogy oldották meg, vajon ott is ezt a mesélés módot alkalmazták-e. Nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy mindenképp itt van a helye a listán, hiába nem régen láttam. Második helyen a Rocketman végzett, ami Elton John életéről szól. Nekem az ilyen történetek mindig a szívem csücsket, hát rengeteg ilyen film van. 2018-ból a Bohém Rapszódia, a Csillag születik, ezen kívül a Runaways, minden zenészről, zenekarról szóló film, az nálam valahogy kedvenc lesz, egyszerűen imádom ezeket a történeteket, és érdekes, kevésbé szeretek önéletrajzi könyveket olvasni zenészekről, és sokkal inkább szeretem filmben nézni az életüket. Ez a Rocketman is ilyen volt, én nagyon keveset tudtam Elton Johnról ezelőtt, és nagyon-nagyon szép volt szerintem, ahogy megcsinálták az életét, és a színész megint kiváló volt. A dalbetétek is nagyon-nagyon tetszettek, szóval tényleg elégedett voltam, bár nyilván én nem tudom azt, hogy mennyire volt hű az életrajzához Elton Johnnak, de mivel ő is részt vett a film készítésében, ezért gondolom, hogy nagyon nem lehetett más. Hogyha szeretitek ti is az ilyen fajta filmeket, akkor ezt mindenképpen ajánlom. Az volt az első helyzet, és a második helyzet az a Jégvarázs 2, mert hát azért ne egy mese legyen már az első helyzetem, nem a Rocketman jobb volt, mint a Jégvarázs. A Jégvarázs 2 pedig azért végzett a második helyen, mert nekem egy hatalmas meglepetés volt, én egyáltalán nem vártam ennyit ettől a mesétől. Az első rész is tetszett, de nagyon féltem, hogy a második rész az mi lesz, mint a legtöbb mese, jön egy gonosz karakter, és meg kell állítani. Helyette folytatódott Elsa és Anna élettörténete, kiderült, hogy Elsának az ereje honnan ered, új helyszínre léptünk, ugyanazokkal a karakterekkel, de szerintem sokkal viccesebben lett megoldva ez a film. Annyira vicces volt, hogy én nagyon sokat nevettem, és kétszer is láttam moziban ezt a történetet, és nekem egyáltalán nem volt csalódás. Én nagyon örültem neki, hogy így folytatódott, és hogy errefelé ment el ez az egész sztori. Szerintem ez a háttértörténet nagyon izgalmas volt, az új karakterek, helyszínek izgalmasak voltak, és a zenei betétekkel maximálisan meg voltam elégedve, mert azt hittem, hogy az előzőt nem fogja tudni überelni, na hát, de jobban szeretem ennek a filmnek a soundtrackjét, mint az elsőnek, úgyhogy nagyon jó volt, a hátam borsózott az Into the Unknown című daltól, úgyhogy én nagyon-nagyon elégedett voltam. Most pedig nézzük a legrosszabbakat. Mint láthatjátok, kevés film van, amiben nem találnék egy kis kivetnivalót, és ezért nehéz is volt összeállítani ezt a legrosszabb listát is, mert ezek közül a legtöbb nem annyira rossz, hogy soha többé nem nézném meg, viszont voltak velük problémáim, úgyhogy az ötödik helyezettet már is visszakozva mondom ki, ez pedig az Oroszlán király. És alapvetően én nem voltam annyira felháborodott az Oroszlán király után, mint nagyon sokan mások, és én nem mondom azt, hogy ez egy nézhetetlen dolog, régi kedvenceinket újrafilmesítik, és hát el is megyünk rá, szóval mi vagyunk a hülyék, amért ennek mindig bedőlünk és elmegyünk ezekre. Csak hát ugye az Oroszlán király annyiban más, hogy ez állatokról szól, és ezt igazából nem megfilmesítették, mert nem valós állatok vannak benne, hanem animációk, csak ez most már nem rajzfilm animáció, hanem élőt utánzó animáció, és így nyilván egy ilyen történet, mindenki tudja, hogy miről szól, elég furcsán néz ki valós állatokat imitálva. De azért szerintem nem volt annyira vállalhatatlan. Sok kedvenc részemet azért húzták ki belőle, már mint hogy nem táncoltak az állatok például, mert gondolom hülyén nézett volna ki, úgyhogy persze felesleges ezt megfilmesíteni, és tényleg csak egyszer néztem meg, és többet nem fogom, de azért nem voltam annyira felháborodott, mert végül is az eredetihez hasonló volt, és nekem nem volt annyira furcsa, hogy az állatok beszélnek egymással, mert hát végül is a rajzfilmben is pontosan ugyanez történik. Nem vertek ki a biztosítékot, és ezért van csak ötödik helyen, de nem nézném meg szívesen még egyszer, szívesebben veszem akkor elő a rajzfilmet. Negyedik helyen a Pókember idegenben című film végzett, és hát a legfőbb problémám itt is az, ami a legtöbb
legrosszabb filmnél, amit tavaly láttam, hogy én az eredetit szeretem, a régebbi verziót, és nem tudja überelni ezt már az új, pedig tudom, hogy ez az új filmsorozat, ez jobban visszaadja a képregényt, mert hogy abban is kicsi, sokkal fiatalabb a főszereplőnk, de valahogy egyáltalán nem érdekel, unszimpatikus a főszereplő, és a bosszúállókhoz kapcsolódóan már akkor is éreztem, hogy nem érdekel a történet, de nem volt mit néznünk, megnéztük, és arra jöttem rá, hogy ez engem már egyáltalán nem köt le, az új gonosz karakter nem érdekelt, az, hogy idegenben játszódott, az tök jó volt, de nem tetszik az, hogy Zendaya játszotta a főszereplőnőt, furcsa volt, nem értettem, hogy miért kell ez az újfajta női karakter bele. Megint azt követjük végig, hogy főszereplőnk nem szeretne pókember lenni, meg szuperhős lenni, hanem normális életet akar, és valahogy így semmi nem volt benne, ami miatt nagyon kedveltem volna ezt az újfajta pókembert. Én a régieket fogom újra nézni, és valószínűleg a többi új pókember filmet sem fogom megnézni. Harmadik helyen végzett a Jumanji, a második szint, ami szintén csak egy olyan film, ami már rengetegszer volt megfilmesítve, és én a régi mese Jumanji-n nőttem fel, én azt néztem mindig a tévében, amikor még adták, és nekem az volt a kedvencem, és ezért a filmeket, a régebbi filmeket sem láttam. És akkor most érkezett ez az új, és úgy voltam vele, hogy úristen, ez már hanyadik verzió, meg minek ez. De aztán valamiért megnéztük az első filmet, és meglepően tetszett. Nagyon tetszett ez az új koncepció, hogy nem utánozni akarta az eredeti Jumanji-t, hanem egy ilyen vígjátékot csináltak belőle, hogy videójátékkal lehetett belépni a Jumanji-ba, tehát már nem a társas van itt. Az is tetszett, hogy beléptek a játékba, és akkor a felnőttek játszották a karaktereket, amiké váltak az avatárjukat, és a gyerekek pedig a jelenben voltak. Szóval ez mind nagyon jó volt, és tényleg nagyon vicces volt, és sokat nevettem, és tetszett ez a világ, tetszett az, hogy ki kell jutniuk, mert három élet után végleg benragadnak a játékban. Jó volt a szereplőgárda is, és sokat nevettem, és meglepődtem, hogy ennyire tetszett, és aztán úgy gondoltam, hogy ez alapján a második is tök jó lesz, és vicces lesz. Valahogy nem volt már olyan vicces, mint az első, túl volt spirázva ez, hogy már low karakter is bejött meg, hogy mennyire sok karakter bejöttet, hogy meghackerik a játékot. Nem tetszett az, hogy a nagypapák is beléptek, és velük kellett küszködni végig. Az egész már elment egy rossz irányba, és ez most már nem volt vicces, meg nem volt érdekes. Úgyhogy így csalódást okozott, ezért került fel a listámra. Második helyen a Sötét zsaruk a föld körül végzett, ami a szereplőgárda miatt izgalmasnak tűnt, kíváncsi voltam, hogy mi lesz ez az új történet, és csalódást okozott. Én a régi Sötét zsarukat szeretem ebből is, abból szívesen látni több kalandot, további filmeket, de ez, ami most kijött, ez felesleges volt, nem tetszettek a karakterek, nem igazán érdekelt a történet, nem is emlékszem, hogy mi volt a megoldandó dolog. Egynek jó volt, meg lehetett nézni, de többször nem nézném meg. Szerintem ez is egy ilyen felesleges dolog volt, amiből még több pénzt lehet kicsikarni, hogy Men in Black, és akkor ezt sokan szeretjük, és akkor majd megnézzük, és persze, meg is néztem, de többet nem nézném meg. Én inkább az eredetiket nézném újra, mert azok izgalmasabbak voltak, mint ez az újfajta. Az első helyen pedig nem meglepő módon, és tudom, hogy ezért gyűlölni fogtok, amiután végzett. Mert hát, ha már elolvastam az első két könyvet, akkor megnézem a filmet, mert hát ha tévedtem, hát ha szól valamiről, hát ha jobban megkedvelem ezt a történetet, hát nem így történt. Szerintem a film még rosszabb is volt, mint a könyv. A könyvnél azért emlékeztem valamiféle koncepcióra, de a filmben tényleg az égvilágon semmi nem történt, a szereplőinkről szinte semmit nem tudtunk meg. Persze az elején kinézik egymást maguknak, aztán összejönnek, aztán mindenhol szexelnek és állandóan együtt vannak, és aztán egy mondva csinált okból szakítanak egymással. Bejön ugye ez a fogadós szál, ami minden második romantikus filmben el van már sütve, hogy fogadunk arra, hogy, és aztán amikor tényleg egymásba szeretnek, akkor el kell mondani, hogy igazából ő csak fogadásból csábította el. A karakterek, a fiú és a lány szereplő egyáltalán nem volt szimpatikus, szerintem egyáltalán nem voltak kiugróan érdekes emberek, nem voltak különösebben szépek sem szerintem, az egész történet nagyon gyorsan lezavarható lett volna, de hát azért nyilván valamennyire húzni kellett, mert hát a
könyv is sokáig húzza ezt a szálat, de semmivel nem volt jobb, mint a könyv, sőt még lehet, hogy rosszabb is, és igazából csak elvette az életemből ezt az egy-egy és fél órát, vagy nem is tudom mennyi volt. Úgyhogy nem, most sem szerettem meg a Miután sorozatot, és nem is fogom, és a többi filmet sem fogom megnézni belőle szerintem, bár lehet, hogy a kíváncsiság rá visz. Ilyen vagyok, hiába tudom, hogy borzalmas, attól még érdekel, hogy mit csináltak belőle. Úgyhogy természetesen ez végzett az első helyen. Ennyi lett volna a listám. Jó pár filmet láttam még, amiket így érdemes lenne megemlíteni, de ezek mind a jó és a rossz lista között vannak. Annyira nem voltak rosszak, de annyira jók sem. Hál' Istennek jó filmekből többet láttam a tavalyi évben, de sok olyan volt, ami nem abban az évben jelent meg, így hát ezeknek most itt nincs létjogosultsága. Nagyon érdekel, hogy ti milyen jó és rossz filmeket láttatok a tavalyi évből, amik akkor jelentek meg. Van-e a listán olyan, amivel egyetértetek? Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha szeretnétek és tetszett ez a videó, akkor minden évben megcsinálom az előző év értékelését ilyen formában is. Ennyit szerettem volna mára. Sziasztok!